Szentesini Nánási Tündével a Karcagi Arany János Általános Iskola igazgatójával arról beszélgettünk, hogyan indult újra az élet az intézményben, miután Magyarország kormánya június 2-től lehetővé tette azt, hogy az oktatási intézmények kapui bizonyos foglalkozásokra megnyithassanak. Mint megtudtuk, a kormányrendelet értelmében június 2-től felzárkóztató foglalkozások kerülnek megtartásra az intézmény tanulói részére. Olyan diákok lesznek jelen ezeken az alkalmakon, akik az év végéig jegyük tekintetében javításra szorulnak. Erre június 15-ig van lehetőség. 220 per 2020-as, május 22-i kormányrendelet után változik most megint egy kicsit az intézmények élete. Június 2-ától felzárkóztató foglalkozásokat fogunk szervezni. Jelen pillanatban a felmérés zajlik. Felajánljuk a lehetőséget azoknak a gyerekeknek, akik az elmúlt időszakban úgy látjuk, hogy segítségre szorulnak, vagy éppen a évvégi bizonyítványok jobbítása érdekében, javítása érdekében szükség van rá. Amennyiben van rá kereslet, illetve hát van rá igény, természetesen jövő hét kettől délelőtt kis csoportos formában egy, két, három gyermek részére egy menetrend szerint felzálkoztató foglalkozásokat fogunk tartani. Ez az egyik része, ez június 15-ig a szorgalmi időszak végéig fog Történni. Június 16-tól 26-ig pedig tanulói felügyelet fog az intézmény biztosítani. Június 16-tól június 26-ig pedig tanulói felügyeletet fog az intézmény biztosítani. Erre kettő kisebb létszámú csoport 10-10 fővel kerül majd beindításra. 16-tól 2-től pedig tanulói felügyeletet biztosítunk. Jelen pillanatban már az első mérések, felmérések, hogy van-e rá igény, megtörténtek. Úgy látjuk, hogy két csoportot fogunk indítani egyenlőre. Természetesen közben is várjuk az érdeklődő szülők jelentkezését. Két kisebb kisebb létszámú csoport fog 10-10 fővel 16-tól az iskolánk falai között tartózkodni. Ez, tartozik, ez június 26-áig fog így történni, és június 29-től pedig már most igény mutatkozik arra, hogy tábort szervezünk a gyerekeknek, két tábor tervezünk abban az időszakban, június vége, július elején. Augusztus végén, 35. héten is tervezünk már tanulói felügyeletet, úgyhogy ez a korábbi a múlt évtől eltérően, meg a korábbiaktól eltérően, a speciális helyzet miatt szükséges, hogy újra felmérjük, hogy kik azok a gyerekek, akik szeretnének az iskolában tartózkodni. Előzetesen már arra is van egy körülbelül 20 fős igény. Mint megtudtuk, az intézményben a ballagás szervezése egyeztetés alatt áll. A ballagók maximum két fő vendéget hozhatnak magukkal. Az esemény az udvaron kerül majd megtartásra. A ballagás jelen pillanatban ö, egyeztetés alatt áll nem zárkózunk el attól, hogy a gyerekek, a nyolcadikos 8 8 ballagó gyerekek uh, itt személyesen búcsúzhassanak el iskolánk falaitól és a pedagógus kollégáktól, de a jelenlegi helyzetben maximálisan be fogjuk tartani a biztonsági előírásokat, uh, ami azt fogja jelenteni, hogy egy kisfős nyolcadik osztályunk van, uh, maximum két ember uh, jöhet el Személyesen a ballagásra, és őket, vagy az egész ünnepséget természetesen az udvaron várjuk. Rossz idő esetén el, tudjunk, el tudunk úgy helyezkedni az aulában és a folyosókon, hogy hogy ott is meg tudjuk tartani a ballagást. Hangsúlyozom csak akkor, ha a szülők ezt egyöntetően kérik. Ha ez nem valósul meg, akkor már az elmúlt hetekben előkészületben volt egy. Most szokásos online ballagási forma, lehetséges, hogy ezzel párhuzamosan ezt is meg fogjuk tenni, tulajdonképpen lehet, hogy egy örök emlék lesz a gyerekeknek. Ez a különleges helyzet is, meg ez a különleges videó is, amivel készülünk. Az évzáró megtartása maximálisan a biztonsági szabályok betartása mellett zajlik majd. Hát az évzáró sem hagyományos módon fog megszerveződni, ez tulajdonképpen... Most igazodunk a, a veszélyhelyzethez és a biztonsági előírásokat maximálisan figyelembe véve és tartva kívánjuk a bizonyítványokat átadni a gyerekeknek. Hamarosan kietesítjük a szülőket és gyerekeket, hogy milyen időpontban jöhetnek június utolsó heteiben a bizonyítványokért. Ez azt jelenti, hogy csúsztatva az osztályokat, hogy egymással ne találkozzanak szülők és gyerekek, szeretnénk az osztályfőnök által átadnia bizonyítványokat, okleveleket, esetleg jutalomkönyveket.